Jó estét kívánok! Köszöntöm Vécsei László országgyűlési képviselőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta ezen az ünnepélyes rendkívül ülésen a meghívónkat, és részt vesz ezen az ülésen. Köszöntöm dr. Szőke Zsoltot, a Választási Bizottság elnökét. Köszöntöm jegyzőasszonyt, képviselőtestület tagjait. Köszöntöm a tévénézőket, akik figyelemmel kísérik Kartal munkáját, és természetesen külön köszöntöm kartali lakosokat. Megállapítom, hogy a rendkívüli képviselőtestület ülésen 8 fő képviselő megjelent, így a képviselőtestület határozott képes, a testületet megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bognár Lászlót, illetve Urbán Attila képviselőtársamat. Kérem, hogy a képviselőtestület fogadja el a javaslatomat, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítőkkel, az kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm. Úgy láttam, hogy 6 fővel és 2 tartózkodással jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadtuk Bognár Lászlót, illetve Urbán Attilát. Az ülés napirendjének a meghívóba kiküldött napirendi javaslatot kérem elfogadni, azzal a módosítással, hogy a tárgyalási sorrendben Száraz Zoltán eskütétele megelőzi az alpolgármester választást. Az ünnepélyes, a rendkívüli testületi ülés ünnepélyes volt amiatt, megkérem most a képviselőtestületet, hogy egyéb napirendi pontot ne javasoljanak, és 2 testületi ülés között eseményekről, illetve az egyebek napirendi ponton a következő testületen fogunk tárgyalni. Hogyha ezzel egyetért a képviselőtestület, akkor kézzel kérem, kézfelemléssel jelezze. Jó, köszönöm. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, és az alábbi napirendi pontokat fogjuk tárgyalni. Első napirendi pont, polgármester eskütétele, megbízó levél átadása. Második napirendi pont, Száraz Zoltán képviselő eskütétele. A harmadik napirendi pont, egy zárt ülés keretében az alpolgármester megválasztása. Negyedik napirendi pont, zárt ülést követően az alpolgármester eskütétele. Ötödik napirendi pont, polgármester illetményének, költségátalányának meghatározása, illetve a hatodik napirendi pont, az alpolgármester illetményének, költségátalányának meghatározása. És akkor rá is térnék az első napirendi pontra, a polgármester eskütétele, illetve a megbízó levél átadása. 2016. október 2-án időközi polgármesteri választást kellett tartani Kartalon. A megválasztott polgármester az önkormányzati törvény 63. paragrafusa értelmében a megválasztását követően esküdtesz a képviselőtestület előtt, és erről okmányt ír alá. Felkérem Kartal Nagykösség Választási Bizottság elnökét, dr. Szőke Zsoltot, hogy tartsa meg tájékoztatóját az időközi választásról, és tetesse le az esküt a polgármesterrel. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a tisztelt képviselőtestületet, Vécsei urat, és egy rövid tájékoztatóval bevezetném a választások eredményeit, mielőtt a eskütételre sor kerülne. Tájékoztatóról annyit a választásokra kapcsolatban, valóban a 2016-os október 2-án megtartott időközi választásról van szó. Ezt azért kellett tartani, mert az előző polgármesterünk június 15-ai hatállyal lemondott. A jelölt ajánlás 2016. augusztus 29-i határidejéig 5 fő jelölt adta le a nyilvántartásba vételéhez a szükséges ajánlóíveket. A választási bizottság valamennyi jelöltet nyilvántartásba vette, mert az ahhoz szükséges feltételeket valamennyien teljesítették. Jelöltek voltak. Itt a szavazólapon szereplő sorrendben szeretném felsorolni. Olák Lára Mária független jelölt, Jakócs Gábor Endre Magyar Munkáspárt jelöltje, Szarvas Csaba független jelölt, Zsiga Mihály független jelölt, Gergely László független jelölt. A szavazás napján 4816 fő választópolgárból 2660 fő jelent meg.
Ez több mint 55%, egyébként Kartalon kirívó, feltehető, hogy a referendum és a polgármester választás ketten összekapcsolódva hozták ezt az eredményt. Minden esetre büszkék lehetünk rá. Az érvényes szavazólapok száma 2611 volt, az érvénytelen szavazólapok száma pedig 48. Ezek általában technikai hibák voltak. A jelöltek az alábbi szavazatokat kapták. Olák Lára Mária 1612 szavazatot, ami a szavazatok 61,7%-át jelenti. Jakócs Gábor Endre 23 szavazattal, Szarvas Csaba 401-es szavazattal, Zsiga Mihály 170-es szavazattal, Gergely László 405-ös szavazattal zárta a választásokat. A választás eredményes volt. A megválasztott polgármester Olák Lára Mária lett. A választás eredménye 2016. október 5-én 16 órakor jogerős lett, mert az arra biztosított törvényes határidőn belül senki nem ért jogorvoslattal, szerencsére egy szerencsés kimenetelű, kedvező esemény nélküli, ha lehet mondani, választás volt. Kellemetlen esemény nélküli választás volt. Ezúttal is tisztelettel gratulálok a megválasztott polgármesternek, és illetve, ha mondhatom, polgármester asszonynak, és kérem, tegye le eskütételét. Kérem, hogy a testet. Én, Olák Lára Mária. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből. Eredő feladataimat. Kartal fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélyen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Foglaljunk helyet. Köszönöm szépen. Nehéz megszólalni, de megpróbálom folytatni. Köszönöm a Választási Bizottság elnökének a tájékoztatót. Egyben szeretnék köszönetet mondani a Választási Bizottságnak, jegyzőasszonynak, a szavazatszámláló bizottságoknak az időközi választáson és a népszavazáson történő közreműködésekért. Kartal nagyközség most már felesküdött polgármestereként szeretném üdvözölni Kartal lakosait, a képviselőtestületet és természetesen a televízió nézőit. Köszönöm az október 2-ai népszavazás és időközi polgármesteri választáson mutatott országos viszonylatban is kiemelkedő magas 56%-os teljesítést, részvételi arányt, valamint mindazok bizalmát, akik szavazatukkal hozzásegítettek a tisztséghez. Biztos vagyok abban, hogy a választással egy új időszak kezdődik el Kartal életében, amely települési és regionális szinten is gyümölcsöző lesz, és meghozza mindazt az eredményt, ami a közös erőfeszítésünk jutalma lesz. És mielőtt tovább mennék a napirendi pontba, én úgy érzem, hogy most alkalmas is itt az ideje, és az országgyűlési képviselő urat testületi ülés megkezdése előtt megkérdeztem, hogy adja engedélyét annak, hogy az ő általa részemre megküldött levelet felolvassam. És hogyha ezt az engedélyt megkapom, akkor én ezt közzé tenném Kartal lakosainak. Teljes terjedelmébe fogom felolvasni, hiszen úgy gondolom,
hogy így hiteles. Tisztelt polgármester asszony! Ez alkalommal első ízben címezhetem önnek üzenetemet, mint Kartalnas község polgármesterének. Hivatalosan is gratulálok önnek ahhoz, hogy október 2-án nagyon erős többséggel választották meg Kartal polgármesterévé. Alpolgármesteri tisztségében az elmúlt évek során kialakult jó munkakapcsolatú bizakodással tölt el, hogy polgármesterként még eredményesebben fogunk együttműködni Kartal és a kartaliak javára. Egyúttal fogadja, és kérem tolmácsolja őszinte elismerésemet Kartal polgárainak, az október 2-ai népszavazáson tanúsított nagyszerű kiállásukért. Kartalon országos szinten is kiemelkedő, közel 56%-os részvétel mellett a kartali szavazók 98,3%-a mondtak nemet a kényszerbetelepítési tervekre. Kartalon mind a 6 szavazókörben bőven meghaladta a részvétel az 50%-ot. A nem szavazatok nagy száma tanúsítja, hogy Kartalon is létrejött az új egység. Kartal büszke lehet magára. Üdvözöljük az új kartali egységet. Üdvözlettel Vécsei László országgyűlési képviselő. És tudom, hogy itt ül képviselő úr, és mindezt lehet, hogy elmondta volna ő is, de úgy gondolom, hogy ezt fel kellett, hogy olvassam és megosszam a kartaliakkal. Ez a levél nagyon sokat mond, és nagyon köszönöm neki azt az üzenetet, amit ezzel a levéllel Kartal felénk és a kartali lakosok számára közvetített. És még egyszer hagy mondjam, ami nagyon fontos és számomra, és a kartaliak számára is egy nagyon nagy üzenet, és köszönjük meg képviselő úrnak, Kartal büszke lehet magára, tanúsította, hogy egy új egység kezdődött, és ez az új egység új fejlődést fog véghez vinni a kartali lakosokon, kartali településen. Köszönöm még egyszer a kartaliaknak, nélkülük ez nem jött volna létre, és jövőben is az ő segítségükre, együttműködésükre van szükség, mert nélkülük semmik vagyunk, csak velük együtt tudunk fejlődni, és tovább haladni az úton, nemhogy csak tovább felemelkedni ezen az úton. Nagyon szépen köszönöm, és rá is térnék akkor a következő napi rendi pontra. Következő napi rendi pont Száraz Zoltán képviselő eskütétele. Miután egy pillanat türelmeteket kérem a képviselőtestületnek. Miután a 2016. október 2-ai választáson a képviselőtestület tagjai közül megválasztották polgármestert személyembe, így a testületbe egy képviselőhely természetesen megüresedett. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2010 évi 50. törvény 21. paragrafus első bekezdése szerint, ha az egyéni listáról megválasztott képviselőhelyen megüresedik, helyére a legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2014. október 12-i önkormányzati választáson a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Száraz Zoltán lett, ezért a választási bizottság az önkormányzati mandátumot részére kiadta és a megbízólevelet kiállította. A képviselő munkája megkezdése előtt esküt tesz, és erről szóló okmányt aláírja. Felkérem Száraz Zoltán képviselőt, hogy az eskütételhez álljon fel, és mondja utánam az eskü szövegét. Én Száraz Zoltán. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Kartal fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. Engedjék meg, hogy elsőre gratuláljak. Gratulálok, Zoltán.
és nagyon remélem, hogy az elmúlt hónapokban tanúsított aktivitásod az elkövetkező időszakban is megmarad. Gratulálok, és lelkiismeretes munkát kívánok neked. Nagyon örülök, hogy a képviselőtestület tagjaként köszönhetlek téged. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gratulálok. Harmadik napirendi pont az alpolgármester megválasztása. Tisztelt képviselőtestület! 2014-16 között alpolgármesterként segítettem a volt polgármester asszony munkáját. Miután polgármesternek választottak, szükséges alpolgármestert is újra választani. Az alpolgármestert az önkormányzati törvény 74. paragrafusa alapján a polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel a képviselőtestület választja meg. Alpolgármesternek dr. Gyöngy Mónika képviselőasszonyt, a Művelődési és Szociális Bizottság elnökét javaslom. A választás lebonyolításához 3 fő szavazatszámláló bizottságot kell megválasztani, amelynek elnökeként, bizottság elnökeként Kalcsó Tibort, illetve a bizottság tagjaként Szarvas Csabát, illetve Szászínyi Győri Éva képviselőtársamat kérem fel. Hogyha a képviselőtársaim elfogadják a bizottsági javaslatomat, bizottsági tagokra vonatkozó javaslatomat, kérem kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulak a bizottsági tagokat elfogadtuk. És visszatérnék, mivel titkos szavazással történik maga a szavazás, ezért most 15 perc szünetet rendelek el. Képviselőtestület a másik irodába, polgármester irodába át fog fáradni, és titkos szavazással döntünk az alpolgármester személyétől. Köszönöm szépen addig is a türelmüket. Képviselőtestület ülést folytatjuk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület most már 9 fővel Száraz Zoltán eskütétele után határozatképes. Felkérem Kalcsó Tibort, a bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást az alpolgármester választásról. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Az urnába elhelyezett szavazatok alapján megállapítható 8 igen Gyöngy Mónika nevére, ami azt jelenti, hogy egyhangulag szavaztunk rá. És tisztelettel gratulálunk is neki, és jó munkát kívánunk tovább. Megkérem dr. Gyöngy Mónika képviselőt, hogy tegye le az esküjét. Én, dr. Gyöngy Mónika, Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek, Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom, alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, kartal fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet, A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. Gratulálok. A képviselőtestület a lehető legjobb döntést hozta, és nagyon örülök, hogy segíteni fogja a következőkben a munkámat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy vállaltad ezt a feladatot. Köszönöm. Én pedig köszönöm a bizalmat, és igyekezni fogok mindenki felé rászolgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm.
Következő napirendi pontra térnénk rá, polgármester illetményének költségáltalányának meghatározása. Felkérem jegyzőasszonyt, hogy ezt a napirendi pontot terjessze elő. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, ez a következő két napirend már nem lesz annyira ünnepélyes, mint az eddigiek, de hát dolgoznunk is kell. A polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. Az önkormányzati törvény 71. paragrafusa meghatározza a polgármesteri illetmény összegét. A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerül megállapításra. Ennek az összege a helyettes államtitkár törvényben meghatározott alapilletményéből, illetmény kiegészítéséből, vezetői illetmény pótlékából álló illetmény összegével egyezik meg, amely jelenleg 747.900 forint. Az 1501, illetve 10.000 fő lakosság számú település főállású polgármestere esetében ennek a bruttó összegnek a 60%-át lehet a polgármesternek megállapítani, jelen esetben 448.780 forintot. A polgármester az önkormányzati törvény 71. paragrafus 6 bekezdése alapján költségtérítése is jogosult, amely az illetményének 15%-ában meghatározott összeg, jelen esetben 67.317 forint. Kérem a képviselőtestületet, hogy szíveskedjenek a javasolt összegeket elfogadni. Differenciálásra egyéb más lehetőségre nincs lehetőségünk, jogszabály pontosan meghatározza, ezt így kell elfogadni, és akkor felolvasnám a határozati javaslatot is, jó? Kartal Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény 71 paragrafus 4 bekezdése alapján Olák Klára Mária főállású polgármester illetményét 2016. október 2-ától 448.780 forintban állapítja meg. A képviselőtestület az önkormányzati törvény 71. paragrafus 6 bekezdése alapján a főállású polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges költségeinek megtérítésére 2016. október 2-ától havi 67.317 forint költségtérítést állapít meg. A testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés megállapításáról szóló dokumentumot állítassa ki, és intézkedjen a havonta történő kifizetésről. Határidő október 2-ától folyamatosan, felelős a jegyző. Köszönöm szépen jegyzőasszonynak az előterjesztést, illetve a határozatot. Javaslatot. Kívánne bármelyik képviselő hozzászólni? Polgármester illetményt, illetve a költségtérítést, illetve az alpolgármester illetményt, mint ahogy jegyzőasszony is mondta, törvény szabályozza le. Tehát ez a előírtak alapján történik ennek a meghatározása. Hogyha nem kíván más képviselőtársam hozzászólni, akkor felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. Jó, megállapítom, hogy akkor 8 igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadtuk. És akkor a következő napirendi pont a alpolgármester tiszteletdíja. Itt is a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény 80. paragrafus második bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, melynek összegét a képviselőtestület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapíthatja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja jelenleg 157.000 forint és 201.000 forint közötti összeg lehet.
Az önkormányzati törvény alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával. Ezt az írásbeli nyilatkozatot a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. A alpolgármester költségtérítése szintén az önkormányzati törvény rendelkezései alapján kerülnek megállapításra. Itt a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítése jogosult. Ennek összege a fent említett tiszteletdíj függvényében 23.556 és 30.287 forint lehet, illetve a ténylegesen megállapított tiszteletdíjnak a 15%-át számolhatjuk ki. Ezt is a testületnek kell megállapítania. Előzetes egyeztetések alapján itt a 70%-os mértékű tiszteletdíjat javaslom megállapítani. A korábbi alpolgármester is ezt a minimális mértékű tiszteletdíjat, illetve az alsó mértékű költségtérítést kapta meg korábban. És akkor mondanám a határozati javaslatot a képviselőtestületnek. Szeretnék annyiban hozzászólni, jegyzőasszonytól szeretném kérni a pontosítást, vagy abban a formában, hogyha lehetséges a költségtérítésről, akkor a költségtérítésről, vagy pedig, hogyha a költségtérítésről nem lehetséges, nem mondanom, akkor ennek megfelelő összegű tiszteletdíjról szeretnék lemondani. Nyilván ezt írásban is be fogom jelenteni. Mondjuk, hogy hát a jogszabály úgy szól, hogy a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat, én azt tudnám javasolni, hogy akkor a tiszteletdíjból a költségtérítés mértékei kellene, és akkor írásban. Rendben. És akkor kiszámoljuk, hogy mennyi lenne. Bocsánat. Jó, és akkor olvasnám a határozat tervezetet. Kartal Nagyközség önkormányzat képviselőtestülete dr. Gyöngy Mónika alpolgármester tiszteletdíját 2016. október 20. napjától havi 133.500 forintban, tehát akkor innen vontuk le a költségtérítést, forintban állapítja meg, a költségtérítését 23.556 forintban állapítja meg. Határidő október 20-ától folyamatosan, és itt felelős a polgármester asszony. Köszönjük szépen dr. Gyöngy Mónikának a felajánlást, mert ugye ezzel, hogy ő lemondott, ezzel is a kartali költségvetés gyarapítja, tehát a költségvetésünkbe hagyja a pénzt, tehát ezzel is egyéb fejlesztésekre tudjuk fordítani. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy bárkinek hozzászólása ehhez van-e, vagy megszavazhatjuk. Jó, úgy látom, hogy nincs hozzászólás, aki akkor ezzel egyetért, természetesen megköszönve az alpolgármester asszonynak a hozzájárulását, akkor kézfelemeléssel szavazzon. Jó, megállapítom, hogy 8 igennel és egy tartózkodással, akkor az alpolgármester illetményét képviselőtestület elfogadta. És mivel nincs több napi rendi pontunk, megkérem Vécsei László országgyűlési képviselő urat, kartali lakosokhoz, tévénézőkhöz, megjelent vendégekhez, képviselőkhöz intézzen pár szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm a kartaliakat, köszöntöm polgármester asszonyt, alpolgármester asszonyt, az újonnan esküdtett kartali képviselőt és az egész képviselőtestületet. Természetesen azokat is, akik a televízió képernyőjén követik az ünnepélyes pillanatokat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezekben az emelkedett pillanatokban Kartalon lehetek, ebben a közösségben lehetek, és örülök neki, hogy polgármester asszony a köszönőlevelemet vagy üdvözlőlevelemet felolvasta. Annak pedig külön örülök, hogy a szándékaimnak megfelelően
értelmezte is ezt a levelet. A szándékom is az volt, hogy a kartaliaknak megköszönjem, illetve a kartaliak figyelmét fölhívjam arra, hogy valóban egy nagyon-nagyon fontos eseményen, nagyon fontos esemény sorozaton vannak túl, hiszen a kartali községi élet, nagyközségi élet szempontjából sorsdöntő esemény a polgármester választás, egybeesett a népszavazással, egybeesett a kötelező betelepítési kvóta elleni népszavazással. A valóban Magyarország szempontjából történelmi súlyú esemény és helyi szempontból meghatározó súlyú esemény szerencsésen összetalálkozott, és ennek eredményeként Kartal az a település a választókerületünkben, a 17 település közül, ahol különös hangsúllyal mondhatjuk el, hogy létrejött az új egység Magyarországért, nem utolsó sorban Kartalnak köszönhetően, és ugyanezzel a hangsúllyal mondhatjuk el, hogy Kartalon is létrejött az az új egység, amit a képviselőtestület, a megújult képviselőtestület képvisel, és amit remélhetőleg az elkövetkező hónapok és évek munkájával majd vissza fog igazolni. Nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak, hogy egy településen a polgármester és a képviselőtestület mennyire tud szót érteni egymással, és milyen szoros kapcsolatot tud kialakítani a település lakóival. Úgy tűnik, hogy a polgármester asszonynak a egészen különlegesen erős választási eredménye arra utal, hogy a kartaliak számára nem volt nehéz a döntés. A kartaliak elég egyértelműen kimondták, hogy kit szeretnének polgármesternek. Ez a képviselőtestület pedig az alpolgármester választással azt is kifejezésre juttatta, hogy a képviselőtestületen belül nem lesz széthúzás, tehát itt a képviselők, miután lement ez a választás, egyfelé Kartal érdeke felé, Kartal reményteli jövője felé fogják húzni az egész községet, az egész testületi munkát. Vannak különlegességek egyébként, éppen azon gondolkoztam, hogy a választókerület 17 településéből tulajdonképpen az egyszem polgármester asszony köszönhetjük itt, hiszen nincs még egy település, ahol hölgy vezetné a képviselőtestületet. A testületi összetétel egy kicsit romlott idézőjelbe téve, mert ugye az előző körben jobb volt a hölgyek és az urak aránya, de azért most is a legerősebbek közé tartozik, hanem a legerősebb, hiszen ugye a 30%, az egyharmada a képviselőtestületnek hölgyekből áll. Ez is különlegessége egyébként Kartalnak és a kartali képviselőtestületnek. Remélem, hogy az eredményesség talán ennek révén is egy kicsit a másfajta működés felé fog majd mutatni, hiszen a hölgyek egészen másképpen, egészen másra érzékenyek, sok mindent másképpen közelítenek meg, és ez a testületi munkán szerintem pozitívan le tud majd csapódni. Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívást, természetes, hogy itt vagyok, hiszen ilyen fontos pillanatokban nekem is nagyon fontos, hogy együtt legyek egy település lakóival és vezetésével, és szeretnék még egyszer gratulálni a Kartalon országos szinten is, és helyi szinten is létrejött új egységhez, ahhoz a kitűnő eredményhez, amit Kartal produkált, hiszen mind a 6 szavazókörben közel 60%, vagy bőven 50% fölötti részvétel volt. Ez országos szinten is nagyon-nagyon szép eredmény, és talán elmondhatjuk, hogy ennek az új egységnek akár országos, akár helyi szinten a választókerületünk 17 településéből Kartal a zászlós hajója. Tehát különleges figyelemmel kell, hogy kövesse mindenki a kartali munkát, a kartali életet, és bízom benne, hogy polgármester asszony a megújult, megfrissült képviselőtestület eleget tesz ezeknek az elvárásoknak, és a kartaliak érdekében, Kartal fejlődése érdekében szépen együtt fog működni, és eredményeket fognak elérni. Ebben én minden szempontból segítségükre leszek, és minden tőlem telhető országgyűlési képviselői segítséget ehhez a munkához megígérek önöknek. Köszönöm szépen, polgármester lesz, és még egyszer gratulálok. Köszönöm a kartaliaknak. Köszönöm szépen.
Még egy pár szót mondanék. Képviselő úr annyit mondott, hogy segíteni fog tőle telhetően. Én azt kérem, kartaliak, tévénézők előtt, hogy viselje szívén Karttal sorsát, és ez az új egység akkor biztos, hogy nagyon erős egység lesz a jövőben, és sokáig ki fog tartani. Én nagyon remélem, hogy nem fogjuk látni a végét annyira sokáig. És szeretném még egyszer, köszönöm szépen, szeretném még egyszer megköszönni a kartali választópolgároknak a bizalmat. Köszönöm az új képviselőtestületnek azt a hozzáállást, amit az elmúlt hónapokban bizonyítottak és tettek annak érdekében, mivel ugye nem volt polgármesterünk, segítették a munkámat. Köszönöm jegyzőasszonynak, természetesen a hivatal dolgozóinak, és mindenki, aki beletett ebbe a munkába, ezekbe a hetekbe, hónapokba plusz dolgot, azoknak természetesen köszönöm. Amit tudok ígérni, és ezt tiszta szívemből, lelkemből mondom, alázattal fogom szolgálni Karttal érdekeit. És a képviselőtestületen végignézek, én tudom, hogy ezek az emberek ugyanezt fogják tenni, bízzanak bennük, keressék őket. Ez egy nagyon jó testület, sok oldalúan, sokféleképpen látjuk a dolgokat, és épp ebben van az erősségünk. Egy jó testülettel úgy gondolom, hogy nagyon messzire fogunk elérni. Én megköszönöm mindannyiuknak a figyelmét, köszönöm szépen, hogy itt voltak, jelen voltak, jelenlétükkel emelték ezt az ünnepélyes eseményt. Üdvözlöm még egyszer a kartaliakat, jó egészséget, és sok erőt kívánok mindenkinek. Mivel több napi rendi pont tárgyalása nem kerül sor, megköszönöm minden képviselőnek az ülésen való részvételt, az ülést ezennel bezárom.